Az igazi, hamisítatlan erdélyi ízekkel, az erdélyi konyhával ismerkedhettek a paksiak a Városnapja keretein belül. Több éve rendezi meg az Erdélyi Magyarok Tolna megyei egyesülete a Puliszka Fesztivált, mely az elmúlt évben elmaradt. Így idén nem bízták a véletlenre, és a városi rendezvényhez kapcsolódva tartották meg, ezúttal Erdélyi Ízek udvara névvel. Tavaly ugye nem tudtuk megszervezni a Puliszka Fesztivált a pandémia miatt. Az idei évben szerettük volna. Nem tudtuk még tavasszal, hogy fog sikerülni, ezért ilyen bizonytalan volt ez az év is. Viszont ugye a Városnapja nem lett megrendezve májusban, ezért úgy gondoltuk, hogy akkor csatlakozunk mi is így a Városnapjával közösen, ezért nem Puliszka Fesztivál lett a neve, hanem Erdélyi Ízek udvara. Hasonló a felállás, mint egy Puliszka Fesztivál, ez az udvar egy picit kisebbként működik. A hagyományunk, kultúráink ugyanaz, puliszkás ételek, ízek bemutatása. Ami nagyon kiemelkedő, ugye Székelyföldön is én magam kézzel szedtem le az áfonyát a Hargita tetejéről, abból saját készítésű áfonyapálinkát készítettem, és hát azt is természetesen megkóstoltatjuk itt a ide látogatókkal. A kulináris élvezetek mellett a székely kultúra is teret kapott. Az Erdélyi Ízek udvarába látogatókat Bodnár Cecil szórakoztatta tárogatón. A Magyar Kultúra Lovagja címet is kiérdemelt, Szekszárdon élő mester székely népdalokat énekelt. Rogd meg, babám, rogd meg, lobogó tüzedet! Hadd melegítsem meg gyenge kezeimet. Az Erdélyi Magyarok Tolna megyei egyesülete által szervezett programoknak hatalmas összetartó ereje van. Mindamellett, hogy őrzik a gasztronómiai és kulturális hagyományokat, összefogja a Magyarországon élő székelyeket. Én amikor puliszkát látok, akkor már is otthon érzem magam, tehát hogy betoppantam ide az udvarra, és láttam a különböző puliszkás ételeket, de már feliratot is, hogy Puliszka Fesztivál, akkor ilyenkor eszembe jut a gyerekkorom, én Erdélyben nőttem fel, Apácán, Brassó megyében, és el szoktam mesélni a gyermekeimnek, hogy nekünk kenyeret vásárolni a 80-as években az ilyen polgárháborúval ért fel, tehát nem volt kenyér, nagy roma közösség lakott a faluban, úgyhogy ilyen kisebb háborút jelentett a kenyérvásárlás, amit amúgy élveztünk nagyon, de hát néha azzal is járt, hogy a végére csak nem jutott kenyér, és kenyér nélkül mentünk haza, de se baj, olyankor mindig volt puliszkaliszt, és főztünk puliszkát, és én annyira szerettem a puliszkát, hogy soha nem negatívumként éltem meg azt, hogy nem jutott kenyér, nem tudtunk kenyeret vásárolni, hanem annál finomabb volt a vacsora, mert puliszkát ehettünk. Nagyon nagy örömről szolgál, hogy itt Pakson ezt minden évben átélhettem, és így emlékezhetek egy kicsit a gyerekkoromra, meg hát az ízek világa is így visszaköszön. Pörköltekkel szoktam puliszkát főzni, tehát hogyha készítek egy finom akár szarvas pörköltet, vagy néha vaddisznó pörköltet, de a marha az a kedvencem, akkor mellé mindig puliszkát szeretek készíteni. De hogyha megmaradt puliszka, és másnap felkockázom, és zsírba megpirítom egy kicsit, és egy-két tojást ráütök, ez is nagyon ízlik, és a kedvenc ételeim közé tartozik. A színpadon is színes programok voltak, ahol lehetőséget kaptak tánccsoportok a bemutatkozásra. Erdélyi néptáncos gyerekek léptek fel népviseletben, és mutatták be a székely hagyományokat a nagy közönségnek.